Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Továbbra is költségvetési rendelet nélkül a város. Környezetvédelmi felelősségbiztosítás. Szakmai nap vállalkozások számára Bonyhádon. Szakma kiváló tanulója verseny. Megyei diákok a legjobbak között. Nagyböjt. Február 14-től március 28-ig tart az időszak. Heves viták alakultak ki a szekszárdi közgyűlésben a költségvetésről, amely végül nem lépett életbe. Elhúzódó megbeszélések és viták tarkították a szekszárdi közgyűlést, ami 3 órásnál is hosszabbra nyúlott. Mindez dacára nem szavazták meg a költségvetési rendelet tervezetét, ami a legfontosabb napirendi pont volt. Ezt a költségvetést hosszú időn keresztül egyeztettük, egyébként a költségvetést a hivatali dolgozók készítik, szakemberek, de egyeztetés valóban sok történt, és sajnos a ilyen Szekszárd frakció nem szavazta meg a szekszárdáros költségvetését, úgyhogy szekszárdárosnak jelenleg nincs érvényes költségvetése. A frakcióvezető szerint ez egy kicsinyes bosszú része a sporttámogatás keretösszegének, köztük a Tarka SC Szekszárd javára tervezett támogatás eloszlása miatt. Ez azért jelent gondot, mert ettől kezdve szekszárdáros nincs költségvetése, ez nem fedezi a béremeléseket, a működést kockáztatja. Hát egyszerűen nem is értjük, hogy a város működést képtelenné teszik azért, mert egy kicsinyes bosszújukat nem szavazzuk meg, és ezzel zsarolják Szekszárd város lakóit. Ez azért is probléma, mert így a város nem működhet biztonságosan, ráadásul a többi, a közgyűlésen egyhangulag megszavazott tervezetek sem léphetnek életbe, mint például a Babits Mihály Kulturális Központ nagy rendezvényeinek támogatásáról szóló. Kultúrás programok támogatását, ez külön napirend volt, ezt megszavaztuk, és a költségvetés erejéig, tehát amennyi a költségvetésben van, erre a keretre, az erejéig, de hát ez se áll, mert a költségvetés nincs, úgyhogy jelenleg semmi sem működik. Tárgyaltak továbbá a gyermekvédelemről, a településkép védelméről és az óvodák beiratkozási rendjéről is. A kérdés azonban továbbra is az, mikor születik végre döntés a költségvetésről. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai napot szervezett a környezetvédelmi felelősségbiztosítás témakörében Bonyhádon. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy biztosítási szakértők együttműködésével segítséget nyújtson vállalkozások számára az új környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötelezettség tekintetében, hiszen 2024. január 1-től új szabályozás lépett életbe. A hulladéktermelőknek bizonyos mennyiségű felett kötelező környezetvédelmi biztosítással kell rendelkezni, és hát engem, mint hulladékgazdálkodási szakértő azért hívtak meg, hogy kicsit ennek a környezetvédelmi hátterét, kicsit a gazdálkodóknak amúgy is a hulladékgazdálkodási kötelezettségeiről beszéljek, és az, hogy ebbe hogyan illeszkedik ez a környezetvédelmi biztosítás. A gyártási folyamatokban sok esetben keletkezik olyan mennyiségi hulladék, amelynek a kezelését meg kell oldani. Sajnos mindig voltak olyan gazdasági társaságok, akik felhalmozták mondjuk a hulladékot, esetleg nem megfelelő helyre, nem megfelelő jogosultságú hulladékkezelőnek adták át, és ezek ugye a későbbiekben előfordulhat, hogy illegális hulladéklerakássá váltak, vagy éppen egy-egy telephelyen felhalmozottak. És hát ezt most ez az egyik kormányzati szándék, hogy legyen egy olyan pénzügyi biztosíték, egy olyan biztosítás, amiben ezeket a hulladékokat fel lehet számolni, amit esetlegesen egy gazdasági társaság, illetve egy hulladéktermelő hátrahagy. Berét is volt, azt mondta, fontosnak tartják, hogy a kamarát kivigyék az emberek közé, és ne csak Szekszárd központú legyen a szervezet. Vidéken is tartsunk olyan rendezvényeket, ami a vállalkozóknak kényelmesebbé teszi a megjelenést. Ennek az első állomása Bonyhád, köszönjük szépen Filóné Ferenci Baja polgármester asszonynak, hogy lehetővé tette a helyszínt. És további állomásaink azok Tamási és Dombovár lesznek, tehát kifejezetten azt szeretnénk, hogyha azt a vízfejet, azt a szekszárdi vízfejet meg lehetne szüntetni, és helyette több meghatározó városba, megyei városba tudnánk vinni ezeket a rendezvényeket. Fontos témának számít még az energiakérdés is, mellyel kapcsolatban a szervezet az MVM-mel együttműködve szeretne információt adni a vállalkozások számára a későbbiekben. Rövid híreink következnek.
Feljelentés alapján indult eljárás hivatalból ismeretlen tettes ellen, aki egy kis székhelyi tanyánál illegális szórót létesített, és a nyomok alapján az elmúlt egy hónapban legalább 2 szarvast ejtett el engedély nélkül. A tamási rendőrök rövid időn belül azonosították a tanya 69 éves Sárbagárdi tulajdonosát és 82 éves Sáregresen élő apósát. A férfiak lakásán, illetve a kis székhelyi présházban tartott kutatások során vadászfegyvert, lőszereket és fagyasztott vadhúsokat foglaltak le. A két férfit orvadászat büntetének gyanújával hallgatták ki, mindketten részben beismerő vallomást tettek. 2023. december 6-án kigyulladt egy családi ház, a tüzet Vecsei József főhadnagy éppen szabadnapját töltő szekszárdi hivatásos tűzoltó észlelte elsőként. A helyszínre érve látta, hogy a földszintes épület egyik szobája és a tetőszerkezet lángol. Észrevette azt is, hogy az égő szoba közelében 3 gázpalack is hőhatásnak van kitéve. A főhadnagy biztonságos távolságra vitte a palackokat, majd a közben kiérkező hivatásos egységet tájékoztatta a megtett intézkedésekről, és helyszínen maradt a káreset felszámolásáig. Helytállásáért elismerést vehetett át a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságán. Bogyiszlón a Kossuth Lajos utcában egy személyautó árokba csapódott. A helyszínre kiérkezve a felderítést követően a gépjárművet a tolnai önkormányzati tűzoltóság áramtalanította. Egy fő súlyos sérüléseket szenvedett, akit a mentők a szekszárdi kórházba szállítottak. Több száz diák mérkőzött meg az országos szakmai versenyen, a legjobbak közé több Tolna vármegyei tanuló is bejutott. Szedeli Janka Biankának a Tolna vármegyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola harmadikos tanulójának sikerült elérnie, hogy részt vehet az SKTV elődöntőjében. Ehhez nagyon sokat készült az iskolában és otthon is, így most igazán édes lehet a siker, megállni és megpihenni ugyanakkor azért még nem lehet. Most pedig így, hogy tényleg tovább jutottam, hogy a 320 emberből a 8. vagyok, ez tényleg a habatorcán. És most pedig, nem tudom, minél feljebb szeretnék majd lépni. A verseny 3 fordulós, először megyei válogatót rendeztek, ezt követi az elődöntő, ahonnan a legjobbak egyeneságon bejuthatnak a döntőbe. Mindenképpen felemelő érzés volt, de én már menet közben éreztem, hogy Janka nagyon jól fog teljesíteni, hiszen annyira könnyen tanulta az új anyagokat is, amivel még korábban nem foglalkoztak, hogy pillanatok alatt megértette a folyamatokat, a folyamatokhoz tartozó logikai számításokat, és így ő, amellett, hogy rendszerint velem készült csütörtökönként, ő még nagyon sokat beletett otthon, önszorgalomból készített el a vizsgafeladatlapokat, és nagyon ügyesen. A Tolna vármegyei szakképzési centrum minden évben nevezi diákjait a megmérettetésekre, fontosnak tartják az ilyen és ehhez hasonló versenyzést, és nem is hiába, hiszen minden évben sikereket érnek el. Az idei tanévben a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákból több mint 200 tanuló vett részt a versenyek első fordulójában, nem is eredménytelenül, hiszen közülük 70-en a szakmai vizsgájuk interaktív vizsgarésze alól felment és nyertek teljesítményükkel. A döntőt április végén a Hung Expo területén tartják. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A bérek emelésének eredményeként sok pedagógus visszatérne a pályára, közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miután szülői szervezetek vezetőivel egyeztetett szerdán. A kormány idén 32,2%-kal emelte tanárok és óvónők bérét, jövőre pedig további 21%-os emelést tervez. Az egyeztetésen az évközi iskolai szünetek átalakításáról is tárgyaltak. Sok szülő támogatja azt a megoldást, hogy hosszabbak legyenek az évközi iskolai szabadidők, a nyári vakációk pedig rövidebbek. Az érvek között elhangzott, hogy a hosszabb évközi szünet hatékonyabb kikapcsolódási, pihenési lehetőséget ad a gyermekeknek. A rövidebb nyári szünidő pedig a szülőknek jelent könnyebbséget a gyermekek napközbeni elhelyezését illetően. Idén egy hónapot nyernek a gépjárművek tulajdonosai, ugyanis több mint 5 millió jármű után március 15-e helyett elegendő április 15-ig befizetni az adót, ráadásul 2 helyet egyszer kell csak utalni, a részletfizetés pedig automatikusan jár, nyilatkozta Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Azért döntöttek a szabályok egyszerűsítése mellett, mert az adózók nagy részénél az évi kétszeri fizetés során sokszor megtörtént, hogy vagy elfeledkeztek a második részletről, vagy duplán is kifizették.
A Tolna-Mözsi Futszál Sport Egyesület női csapata március 3-án vasárnap 17 órakor hazai pályán fogadja a DVTK Vénusz csapatát a női futszál NB1-es bajnokság 19. fordulójában. A tolnaiak jelenleg 34 ponttal a tabella harmadik helyét foglalják el. Legutóbb a Budaörs gárdája ellen arattak idegenben fölényes 11-2-es sikert. A pontvadászat góllövő listáját a tolnai Folk Zsuzsanna vezeti 21 találattal. A keresztény egyház legnagyobb ünnepét 40 napos testi és lelki megtisztulás időszaka előzi meg, mely nagypénteken fejeződik be. Hamvazó szerdával zárul a farsangi vigadalom időszaka, ami idén február 14-én volt. Nem csak a testi-lelki megtisztulást jelenti tulajdonképpen a nagybőjt, hanem hozzátartozott az is, hogy ebben az időszakban a nemi élettől teljes mértékben távol tartották magukat az emberek. Tehát amit a farsang alatt főleg egy ilyen elszabadult erkölcsök jellemeztek, azt ebben a nagy bőjti időszakban a házastársi szexualitástól is távol kellett magukat tartani. Továbbá a közösségek nem tarthattak lakodalmakat, ünnepségeket, tehát mindenfajta vigadalomnak a megvonása, társadalmi, közösségi, egyházi megvonása is élt ebben a nagybőjti időszakban. A szexárdiakat is megkérdeztük, hogy tartják-e a bőjti szokásokat. Ferenc épp egy nagy szatyor csirkehússal jött ki a boltból, mert gulyást fog belőle főzni. Már a vadat most már nagyon unom. Mert ugye vadászok is muszáj egy kis változatosság. Két hölgy éppen testedzéséből tartott hazafelé, akik részben tartják a bőjti szokásokat. Leg a vallásosságot tartom én is a fontosnak, meg a megtisztulást, tehát ez nagyon fontos, úgyhogy én mindenkinek ajánlom ezt, mert ez az egészségünk szempontjából nagyon fontos dolog, hogy továbbra is és hosszan és egészségesek maradjunk, és fitten tartsuk magunkat. A megtisztulási folyamatban a sport és a meditáció is sokat segít. Tulajdonképpen az, hogy bőjtölünk, ez nem csak az étel megvonásával kapcsolatos bőjt lehet, hanem például lehet a sok beszéd, a sok internetezés, tehát minden, ami máskor egy automatikus dolog volt, azt próbáljuk egy kicsit félretenni, és inkább a csendbe, a befele fordulásra figyelni. Van, aki a bőjti időszaktól függetlenül is mellőzi a húsfogyasztást. Ebből az átmeneti állapotból eredően nem jelentősen változik, bár miként mondtam, igazodik az ember egy visszafogott ételfogyasztáshoz, és az ételen belül pedig a válogatáshoz. Kerüljük egyébként is a húsfogyasztást. 1966 óta enyhültek a bőjti szabályok, mely szerint naponta kétszeri étkezés alkalmával nem szabad jól lakni, és egyszer pedig jól lehet. Nagy pénteken már ugye nem eszünk húst, illetve egyszer szabad jól lakni, ugye azt is így tudjuk, és nagy szombaton este 6 után esszük meg a húsvétisunkat. Magyarország egyes tájegységein egy nappal rövidül a nagybőjt, a torkos vagy zabálos csütörtökkel, amikor a farsangi vigadalomból megmaradt ételeket elfogyasztják. Regionális híreink következnek. Bátor eladók tartóztatták fel a rablót. Több éves börtönre számíthat a vitamintolvaj. Szállodák. Már most sok a foglalás a Balatonnál a tavaszi szünetre. Családi bölcsődék. Fejleszti intézményeit a Pécsi Kistérségi Társulás. Lopni indult a vádirat szerint az a férfi, akinek végül rablóként kell felelnie hamarosan a bíróság előtt. Eladónők védték hősiesen annak az üzletnek a záróit, ahol próbálkozott a többszörösen büntetett előéletű vádlott. Legújabb ügyében évekre számíthat, jelenleg előzetesben várja a bírósági eljárást. Piros nyíl mutatja a biztonsági kamera felvételén, hogy a kabátjába teszi a vádlott a vitamin készítményeket. Majd a kijáratnál, miután lebukott, összecsap az eladókkal és
menekül az üzletből. A férfi ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű vádlott 2023. novemberében lopni ment be egy vitaminokat forgalmazó pécsi üzletbe. A polcok között sétálva két vitamin készítményt a ruházatába rejtett, majd az áruvédelmi kapun keresztül megpróbálta elhagyni az üzletet, anélkül, hogy a vitamin készítményeket kifizette volna. Az áruvédelmi kapu azonban jelzett, ezért az egyik eladónő odament a vádlotthoz és kérdőre vonta, a vádlott pedig tagadta, hogy bármit lopott volna az üzletből. Az eladónő azonban meglátta a vádlott kabátjába rejtett egyik vitamin készítményt, és oda nyúlt, hogy azt visszavegye. A vádlott erre eltolta az eladónő csuklóját, majd két kézzel nagy erővel meglökte az eladót, és a kijárat felé igyekezett. Az előtérben egy másik dolgozó állt a útját, de őt is félrelökte. A bátor eladónők azonban nem ijedtek meg ettől, és próbálták visszatartani a férfit. A két eladónő a kabátjánál megragadva próbálta a férfit visszatartani, aki pedig szabadulni próbált. Ennek következtében a férfi és az egyik eladó is elesett, és a vádlott kabátjából kiesett az egyik ellopott vitamin, illetve néhány személyes tárgya is. Ezután a férfi ki tudott szaladni az üzletből, az egyik eladó azonban utána ment, és többször felszólította arra, hogy álljon meg, mely felszólításoknak végül a férfi eleget tett, és visszament az üzlethez, visszaadta az eladónak a még nála levő lopott vitamin készítményt. Mindezt már túl későn, hiszen a törvény szerint súlyos bűncselekményt követett el. A lopás átminősült rablássá, mikor dulakodni kezdett. A vádlott, mint tetten ért tolvaj, a lopott dolgok megtartása érdekében alkalmazott erőszakot a két eladóval szemben. Ez a cselekménye rablás büntettének a megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Ráadásul a vádlott, mint többszörösen büntetett, visszaeső, szigorú megítélés alá esik, ami azt jelenti, hogy a büntetési tétel középértéke az ő esetében magasabb. Így akár több évre is rács mögé kerülhet. A 29 éves férfi egyébként az eset előtt fél évvel szabadult legutóbbi büntetéséből. Az általa ellopott, illetve a jogszabály szerint elrabolt vitaminkészítmények értéke nem ér el a 20 ezer forintot. Összes 18.815 forintot kellett volna értük fizetnie. Sokan már most biztosítják a tavaszi szünet, vagy éppen a nyári vakáció idejére a foglalásokat valamelyik balatoni szállodában. A szálláshelyek az év első két hónapjában is átlagosan 80%-os kihasználtsággal működtek. 15-től 17-ig, akkor így jön ki a kettő éjszaka, még van bőven szabad kapacitás, úgyhogy akadálya nincsen a foglalásnak. Rögzíthetem is a foglalást esetleg? Rendben. Sokan már most lefoglalják nyári pihenésük időpontját ebben a siófoki szállodában. A vendégek egyre tudatosabban tervezik meg pihenésüket, és időben gondoskodnak szálláshelyeikről. Abszolút jellemző, hogy van a vendégeknek egy olyan része, aki amint egy adott időszakot megnyitunk, legyen az karácsony vagy akár a szilveszter, már azonnal foglalnak, tehát már most rendelkezünk karácsonyi szilveszteri foglalásokkal. Hál' Istennek a vendégeink jól érzik magukat a szállodában, és időben bebiztosítják a következő itatózkodásukat. A tavaszi hónapok is erősen indulnak a szállodában, hiszen a hónap közepén hosszú hétvége, majd március végén a húsvét, tavaszi szünet is sok vendéget vonz a Balaton partjára. Már most látjuk, hogy teljes teltház lesz. A húsvéti szünet az pedig jellemzően attól függ, hogy március végére esik, vagy április elejére, de mindenképpen végig teltházat szokott hozni. Jó esetben ez ugye két hétvégét magába foglal, úgyhogy azt mondhatom, hogy a meggyőződésünk, hogy az idei húsvétse lesz máshogy, teljes teltházat számolunk. Az árak tekintetében minimális áremeléssel éltek az üzemeltetők az év elején. Igyekeztünk az első negyedében tartani a tavaly ősszel megszokott árakat. Ez a hétvégék vonatkozásában jelent minimális engedményt, illetve próbáltunk olyan csomagokat kialakítani, hogy minden vendégünk megtalálja számára a megfelelőt. A hétköznapokon is próbáltuk nagyjából tartani az árainkat. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan időszakok, amikor érvényesítjük a kereslet függvényében az áremelés lehetőségét, de összességében azt mondtam, hogy nagyságrendileg az első negyedében 10%-on belüli áremelést hajtottunk végre, átlagosan maximum.
Az évek óta visszajáró vendégek azonban jelentős kedvezménnyel is számolhatnak, különösen, ha időben foglalnak. A vendégeink élnek ezzel a lehetőséggel, tehát amikor már valaki háromszor, négyszer itt volt a szállodában, akkor magától értetődő módon érvényesítjük felé a törzsvendégeknek járó kedvezményeket, és ez egy nyaralás vonatkozásában 5-6 éjszakára vetítve egy nagyon komoly összeg lehet. A szállodák az ünnepek alatt különböző program kínálattal is várják a pihenni vágyókat. Emellett a húsvéti időszakban számos tóparti településen is több napos rendezvénnyel igyekeznek, minél több vendéget csábítani a Balatonhoz. Családi bölcsődei hálózatát bővíti a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás. A szervezet elnöke azt mondja, egyre több kisgyermekes család talál otthonra Pécs környéki településen. Ez a szalántai családi bölcsöde terv dokumentációja. A Pécs melletti településen ezt az intézményt fejlesztik most, hogy ki tudják szolgálni az ott élők igényeit. Szalánta létszámában most elég nagy fejlődésnek indult. Ugye a kormány által indított családi otthonteremtési kedvezményprogram nagyon népszerűvé tette a vidéki településeket, és Szalánta is ilyen lett. Ugye van egy családi bölcsödénk, 8 fővel működik, van óvodánk, iskolánk, tehát a teljes palett, tehát a betelepülő lakóknak, meg a lakóinknak tulajdonképpen tudjuk produkálni, és egyszerűen kinőttük a bölcsödét. Eljutottunk odáig, hogy a 8 férőhely az kevés. Ezért most 5 új férőhelyet alakítanak ki az intézményben Szalántán. Pécsen is lesz családi bölcsöde fejlesztés. Az Aradi Vértanúk útján ezt a használaton kívüli óvodát nyitják meg. A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás biztosítja a pénzt a két fejlesztésre. A kivitelezői szerződéseket szerdán írták alá. A pécsi rész vonatkozásában a Pécsi Építés Tatarozó ZRT-vel köthet a társulás szerződést, nettó 118.888.888 forint. A vállalkozói díj mértéke Szalántán pedig a Szrínyi utca 32 szám alatti ingatlan bővítésére, felújítására pedig nettó 61 millió forintot meghaladó kivitelezési vállalkozói díjjal a Szedibau építőipari Kft.-vel köthetünk szerződést. A pécsi épületben 3 bölcsődés csoport kap helyet, csoportonként 8 kisgyermeket tudnak majd fogadni. A társulásnak 19 intézménye van a családi bölcsőde hálózatában. Az elnök azt mondja, igény van ezekre a szolgáltatásokra, ezért fejlesztenek most. Mind a kisebb településekről, mind pedig Pécsről is egyre több igény van, egyre magasabb igény van arra, hogy valamilyen rugalmas megoldást találjanak a szülők a kisgyermekek elhelyezésére. Nyilván vannak önkormányzati bölcsödék több településen is, Pécsen is nagy számban vehetők ezek igénybe, de a családi bölcsödékben van egyfajta rugalmasság, ami a szülőnek is megengedi azt, hogy egy kicsit kötetlenebbül, más módon próbáljon meg valamilyen munkaviszonyt, megbízási viszonyt létesíteni, ebből kifolyólag adott esetben még otthonról a munkaerőpiacra a szülő talán kicsit könnyebben vissza is térhet. Pfeffer József azt mondja, egyre több kisgyermekes család költözik Pécs környéki kistelepülésre, miközben a munkahelyük a vármegye székhelyen van. Az ő igényeikhez igazodnak a családi bölcsődék, ezért fontos a társulásnak, hogy fejlesszék ezt a hálózatukat. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Közgyűlés Szekszárdon. Továbbra is költségvetési rendelet nélkül a város. Környezetvédelmi felelősségbiztosítás. Szakmai nap vállalkozások számára Bonyhádon. Szakma kiváló tanulója verseny. Megyei diákok a legjobbak között. Nagyböjt. Február 14-től március 28-ig tart az időszak. A meteorológiai tavasz első napján pénteken erősen felhős, borongós időre készülhetünk, többfelé kisebb esővel, záporesővel. Csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Kissé csökken a hőmérséklet. Északa-nyugaton felszakadozhat a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!